A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, Székesfehérvárt az elmúlt időszakban számos jelzőszerkezettel ruházták fel. Mi vagyunk a királyok városa, a gazdaság, a sportvárosa is. És nyugodtan kijelenthetjük, hogy a színművészet városa is immáron, hiszen a Vörösmarty Színház mellett számtalan olyan színházi műhely létezik, akik esztendőről esztendőre hatalmas sikereket érnek el, és korántsem véletlen, hogy a színházi műhelyek, eme színházi műhelyek előadásai teltházat vonzanak folyamatosan. Most egy sikerről számolunk be, vendégem pedig Micskó Zoltán, a Prospero színkör vezetője. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Üdvözlöm a nézőket. Most Vasvárra megyünk, hiszen egy az őszi szonátában azért már hozzászokhattunk, hogy Törzsök Márta nálatok is szárnyal folyamatosan, és egy legjobb színészi díjat vehetett át. Ugyanakkor nekünk sokkal inkább emellett, hogy természetesen Mártának is gratulálunk, és a Prospero színkör valamennyi művészének. Egy kicsit beszéljünk a színkörről, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt. Engedd meg, hogy idézzelek. A csoport célja, írtátok, hogy állandó jelleggel működő színházi műhelyként rendszeres produkciókat hozzon létre, és a színházban a puszta szórakozásnál többet kereső néző számára színvonalas és művészileg is értékes előadásokat nyújtson. Ezt az évezred elején vetettet papírra, amikor is 2001. júniusában elindultatok, és egy Goldonia régiséggyűjtő családja című előadással. Beszéljünk a felépítésről. Honnét jött a gondolat egyáltalán, hogy egy ilyen társulatot létrehoz, hiszen ez most már 20 éve történt, és a folyamatos fejlődés záloga nyilván, hogy azért tehát működik ez a történet. Hát igen, ez már szinte történelem, kicsit nehéz is visszaidézni azokat az időket, mert egészen más helyzet volt. Akkoriban éppen nem volt olyan jellegű társulat a városban, amit én szerettem volna. Előtte hosszabb ideig a Szabad Színháznál, illetve a Előgyéni Videóton színpadnál is játszottam én. De akkor éppen a Szabad Színháznak is egy kicsit ilyen, hogy mondjam, lejtősebb időszaka volt. A régi nagy csoportok pedig éppen megszűnőben voltak akkor, és hát valamiért úgy gondoltam, hogy itt az ideje annak, hogy létrehozzunk egy olyan új csapatot, új emberekkel, új helyzetben, új körülmények között, ami... Ehhez nyilvánvaló, tehát a csapatépítés a legfontosabb. Így van. Miként bukkantál rá? Tudjuk, hogy nagyon sokan szeretik a színjátszást. Középiskolások, idősebbek egyaránt, hiszen Törzsök Márta se a fiatal korosztályhoz tartozik, aki titeket is képvisel a Szabad Színház mellett természetesen. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy legyen olyan hívó szó, ami aztán meggyőzi őket, hogy érdemes ezt kipróbálni. Hogy sikerült csapatot gyűjtened? Hát ez már tényleg a hőskor volt, még olyan értelemben, hogy még így az internet előtti időszak szinte, mert most már ez így könnyebben menne, akár Facebookon, ilyen fejeken. Akkor szó szerint emlékszem, hogy végig jártuk a várost, és ragaszgattunk ki plakátokat, hogy felvételt hirdetünk egy induló amatőr színjátszó csoportba. Az akkori munkahelyemen is toboroztam az emberek között. Tehát gyakorlatilag a társulat nagy része idézőjelben az utcáról jött be, tehát mindenféle különösebb színházi vagy színjátszói tapasztalat nélkül, tehát szó szerint a nulláról indultunk. Ehhez viszont nyilván kellett valamiféle képzés, hiszen azért a színészi mesterség az nem a hétköznapok munkája.
Igen, hát azzal kezdtük, hogy egy több hétig, sőt talán hónapig tartó ilyen alapképzést indítottunk az újonnan felvett embereknek. És hát így volt, hogy egészen pontosan 2000 októberében alakult a csapat, és ugye az első bemutató, a Golden darab az 2001 júniusában volt, tehát ez a körülbelül fél éves időszak, ez egy ilyen alapképzés, és utána a próbák. Úgy fogalmaztál, hogy nagy volt a lelkesedés, az odaadás, és az energiák összeadódtak. Ez nagyon fontos. Viszont hogy találtatok otthonra? Hiszen azért valljuk meg, hogy rendkívül fontos, hogy egy határozott elképzelések mentén létrejövő színházi társulat otthonra legyen. Ez úgy történt, hogy a Szabad Művelődés Házában kezdtünk működni, azóta is ott dolgozunk, bár ugye most már más a neve, Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ. Annak idején a Tóth Lacival, aki az igazgató helyettes volt akkoriban, vele beszéltem először erről a dologról, hogy szeretnék ott egy új színházi társulatot indítani, és ő, illetve akkor a Magyari Csandrás, az igazgatója, ők emellé álltak, és támogatták az indulásunkat. Így találtunk otthonra a Szabad Művelődés. Ugye az a jelző szerkezet sokaknál kiveri a biztosítékot, hogy amatőr. Holott a tehetségük okán más hivatást választottak ugyan, de a tehetségük okán ott van a helyük, és ezt meg annyiszor megtapasztaltuk. Ennek tükrében miként választ darabokat a rendező, tehát te magad? Hiszen azért tudjuk, hogy a társulat összetételétől is függ, hogy mit lehet előadni, és mit érdemes. Így van, mindig figyelembe kell venni, sőt, néha abból kell kiindulni, hogy milyen emberek vannak a társulatban, mi az, ami az adott karakterekre kiosztható, mi az, amire képes a társulat. Ez ilyen két oldalú dolog, tehát nyilván egyrészt benne van az is, hogy folyamatosan olvasok darabokat, és ami fölkelti a figyelmemet, ami fontos nekem, azt szívesen színpadra állítanám, de hát a másik oldalam pedig az, hogy kik, vannak-e olyanok, akikkel ezt meg lehet csinálni. Hogy aránylik egymással a kortárs és a klasszikus, hiszen tudjuk, ez nagyon-nagyon fontos egy amatőr színjátszó életében is. Ebben a tekintetben mi mindig eléggé mindenevők voltunk, mondhatni, tehát tényleg a legnagyobb klasszikusoktól, Shakespeare-től, sőt, Sophoclesztől kezdve a kortárs magyar, illetve külföldi szerzőkig, illetve néha saját anyagokból készülő kísérleti előadásokig tulajdonképpen nagyon sokféle műfajban kipróbáltuk magunkat. Igyekszünk mindenben mindenben jók lenni, tehát nem csak így belekapni abba, hanem képességeink szerint mindent. Nyilván látogatott volt, ezt tudjuk, a Szabad Művelődési Ház valamennyi előadása, és ez nyilván a műsorválasztásnak, a darabok választásának is köszönhető. Viszont ami igazán élteti azon felül, hogy itthon-otthon vagytok természetesen, azok a találkozók. Milyen elvek mentén választott ki azokat a találkozókat, ahol megmérettettek? Hiszen tudjuk, hogy nagyon sok színházi találkozó van, hála Istennek, hazánkban. Az az igazság, hogy nem szeretnék ellenmondani, de a régebben, most erre azt gondolom, hogy 5-10 évvel ezelőtt valóban nagyon sok találkozó fesztivál volt, ami lehetőség volt az amatőr színházaknak, társulatoknak,
most itt nem is akarom sorolni, tehát tényleg nagyon régi múltú, balassagyarmati, kazincbarcikai, ugye Budapesten több fesztivál is volt, magyar művek fesztivál, stb. Ezek az utóbbi években, nyilván összefüggésben a Covid időszakkal, tehát körülbelül utolsó 4-5 évben kicsi megritkultak, tehát manapság már kevesebb a fesztivál sajnos, és hát igyekszünk jelentkezni, ahová tudunk, illetve ahol úgy ítéljük meg, hogy a választékba beleférünk, és hát többnyire el is fogadják a jelentkezésünket, hál' Istennek, de mondom, egy kicsit kevesebb a fesztivál, mint régebben volt. Hogy zajlik a műhely munka? Hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Be kell osztani az időt, a helyet, a módot, a darabokat, hogy mindenki azért megtalálja a helyét egy ilyen társulatban. Hát, hogyha a maguk rendjén mennek a dolgok, persze ez mindig fölborul szokás szerint, de általában az szokott lenni a módszer, hogy ugye évadok szerint dolgozunk, ahogy mondjuk így a profi színházak is, tehát szeptembertől júniusig tart az évad nekünk, és az évad elején, tehát szeptember, október, novemberben inkább egyfajta workshopokat, tréningeket, akár játékos foglalkozásokat szoktunk tartani, úgymond magunknak is, tehát ez így a képzés, a fejlődés időszaka, és az évad második felében készülünk általában a próbákkal egy új bemutatóra, amit az évad végén tervezünk bemutatni, aztán utána természetesen a következő évadtól hadd kérdezek vissza, hogy milyen elvek mentén választott ki azokat a darabokat, amelyeket bemutattok? Hiszen azért látjuk, és nem csak Székesfehérvárra vonatkozik, hogy ahogy már megemlítettük, a klasszikus és a kortárs kézenfogva jár. Fontos-e, hogy megjelennének olyan új szerzők, akik valóságosan 21. századi elvek mentén írják meg a darabjaikat? Hogyne. Természetesen a kortársak, és főleg a magyar kortársak közül azt hiszem, hogy olyanokat igyekeztünk választani, amelyek valóban itt és most fontosak lehetnek, és sokat mondhatnak a jelenkori problémákkal, helyzettel, konfliktusokkal kapcsolatban. Például Székely Csaba, az Öröm és Boldogság című darabja volt, amit utóbb játszottunk maiak közül, illetve hál' Istennek itt megemlíthetem, hogy a saját sorainkból is akadnak szárnypróbálgató szerzők, Celler Péternek, aki nagyon jó színészünk is, most már második darabját mutattuk be, a Hivatali meséket, ami szintén egy mai és kicsit humoros, kicsit groteszk formában, de azt hiszem, hogy mindannyiunknak ismerős és érdekes helyzeteket. Mennyire jelent megerősítés számodra? Hiszen a szülőatya vagy tulajdonképpen a társulatnak, illetve minden olyan darabnak, ami színre kerül. Rendezőként, első számú vezetőként, mindaként, ahogy ez elindult. Megerősítés, hogy vannak most már olyan fiatal tehetségek, akik a nyomdokaidba lépnek? Mindenképpen a rendezőként is, tehát ugye most már nem csak én rendezek, mint ahogy az első egy-két évben volt, hanem akár külső rendezőt is hívtunk egy-két alkalommal, de a társulatban is vannak többen, akik már szívesen mozdulnak ebbe az irányba is, illetve, ahogy mondtam, már drámaíróként, szerzőként. Milyen a kapcsolat az amatőr színjátszó? Most hagyjuk a találkozókat általában köztük. Van-e példa arra, hogy odafigyeltek arra, hogy ki merre indul? Mert hogy nyilvánvaló, hogy amikor egy műsorszerkezet összeáll, akkor azért arra is kell figyelni, hogy mások mit csinálnak. Vagy pedig mindig egyedi, amit a Prospero színkör létrehoz. Ez jó kérdés.
kapcsolat természetesen van a társulatok között, néha elég szoros kapcsolat, mert hát akár vendégként az egyik társulatból színész, másik társulatban is játszanak folyamatosan, tehát így van átjárás a csoportok között, sőt, hát nézzük is lelkesen egymás előadásait. Erre így még nem gondoltam, de úgy érzem, hogy olyan nagyon ilyen tekintetben nem, én legalábbis nem nagyon szoktam erre gondolni, hogy na most ilyent csinálunk, mert ilyet még nem csinált más a városban. De ez nem azt jelenti, például, hogy nincs határozott jövőképed? Nem, persze, de ilyen módon, azt hiszem, hogy ilyen módon talán nem vagyunk hatással. Az fontos, hogy ugye... hogy egyre több fiatal is szeretné megmutatni magát, hiszen itt számtalan korosztály van nálatok is. Természetesen, sőt, hát mondom, ezt támogatom is, hogy minél többen mindenben kipróbálhassák magukat. Jó lenne talán egy kicsit olyan is, ha jól értem, akkor erre is irányul a kérdés, hogy egyfajta ilyen korosztályi képzés, tehát akár a fiataloknak, fiatalabbaknak, vagy akár gyerekeknek egyfajta oktatást nyújtani. Az igazság az, hogy szívesen tennénk talán ilyet is, de erre kapacitásunk jelenleg nem nagyon van. Tehát ilyen értelemben korosztályos csoportjaink nincsenek. Tehát mindenképpen íve van a társulat működésének az elmúlt 21 néhány évben, tehát ez nem lehet vitás, meg annyi sikerrel. Egy siker mennyire erősít meg? Hiszen itt akkor szembesültök azzal, hogy ott az ítészek miként vélekednek az amatőr színházi társulatok darabjairól, előadásmódjáról, rendezőről, szereplőkről egyaránt. Hát jól esik az elismerés, és megerősítést jelent természetesen mindenképpen. De én azt hiszem, hogy egy kicsit talán azért is fontos, hogy határozott elképzelésekkel és célokkal rendelkezzünk, akár rövid, akár középtávon, mert azt se tartanám szerencsésnek, hogyha ha nagyon erősen az befolyásolná a működésünket, hogy úgymond... tetszeni akarjunk az ítészeknek, de hát természetesen fontosak ezek a visszajelzések. Én azt tapasztalom, hogy van törzsközönség, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ezt ti is megélitek nyilvánvaló, hogy olyan arcok tűnnek fel a közönség soraiban, akiket már ismertek, aki elkötelezte magát, ha úgy tetszik. Igen, van egyfajta törzsközönség, így ahogy mondott, tehát tényleg visszatérő arcok, és nyilván régebbi ismerősök is részei ennek, de hát nagyon sokan vannak, akiket a közönség. Az elmúlt időszakban számtalan nehézség volt, tehát ha csak a Covidot nézzük, miként lehetett azt átvészelni egy ilyen helyzetet, a Covid helyzetet, és utána már is megkérdezem, hogy a Szabadművelődés háza, tehát a mostani kulturális és közösségi központ átépítése, az mennyiben zavarta meg a munkátokat? Kezdjük a Covid-dal. Hát a Covid az jelentős nehézségeket okozott nekünk is, ugye, főleg a lezárások időszakában természetesen, tehát voltak olyan időszakok, amikor nem lehetett egyszerűen találkozni, tehát volt olyan előadásunk, aminek a próba folyamatát online kezdtük el, tehát távoli kapcsolatban voltunk csak egymással, de olvasó próbát tartottunk úgy is. Aztán, hát ugye, amikor nem lehetett bemenni a házba gyakorlatilag, ahol folyamatosan működünk, akkor próbáltunk ilyen kisebb helyeken összejönni, vagy kisebb helyeket találni, ahol próbálni tudunk. De az mindenképpen egy nehézkesebb időszak volt. Hát erre egy jó példa az is, hogy azokat a darabokat, amiket akkor kezdtünk próbálni, az őszi szonáta, az például egy jó példa erre. Annak a próba folyamatai gyakorlatilag hát olyan majdnem 2 éves volt, ami természetesen nem egy normális dolog, de 2 éven keresztül csak úgy tudtunk próbálni, hogy hol itt jöttünk össze, hol ott, ahol éppen sikerült.
Ja igen, az átépítés, illetve a felújítás. Hát egy kicsit ez is persze kellemetlenül érintett bennünket, hogy ugye ez az évad, ez gyakorlatilag ott majdnem teljesen kiesett, sőt a beltéri felújítások még most is folyamatban vannak. Szerencsésen alakult, hogy éppen ebben az időszakban sikerült megvalósítani az örökség társulatnak a V54 nevű új színházi tér létrehozását, amelynek mi is részese vagyunk, tehát így tulajdonképpen most ez a két csoport, ami állandóként használja a V54-et próbák és előadások céljából. Tehát ez így kisegített bennünket ebben a nehéz időszakban, de hát természetesen várjuk, hogy folytatni tudjuk a munkát. Ez egy nagyon fontos pillanat volt ez a V54 kultúrtér létrehozása, hiszen azért láthatjuk, hogy folyamatos a teltház a társulatoktól függetlenül, és én azt hiszem, hogy ez mindenkinek nagyon jó. Ez mennyire jellemző egyébként, ha kitekintesz Magyarországra, hogy ilyen erős amatőr színházi bázis épül és létezik? Hát nincs persze rálátásom az egész magyar színtérre, de amit én ismerek, én nem sok ilyen helyről és ilyen városról tudok, ahol gyakorlatilag 3-4 elnézést, hogyha esetleg több is, és valakit így számszerűen is kifelejtenék, de legalább 3-4 jelentős és fontos előadásokat létrehozó társulat működik folyamatosan. Mire készültök? Hiszen most azért nyár van, szünet van, de nyilvánvaló, hogy megvannak az elképzelések az új színházi évadra is. Erről mindig nehéz beszélni egy kicsit, mert ami kialakulatlan a dolog, addig nyilván az ember nem is szívesen beszél olyasmikről, ami még bizonytalan, hogy egyáltalán megvalósul-e. Most inkább egy kicsit más szempontból szembesültünk nehézségekkel, és egy kicsit akkor ez ilyen benfentes információ, amit most mondok. A társulat egy kicsit most olyan értelemben szétszakadozott családi, munkahelyi költözködési egyéb okok miatt, ami miatt most úgy néz ki, hogy nem, de reméljük, hogy ez egy rövidebb átmeneti időszak, ami miatt most úgy néz ki, hogy nem tudunk ilyen nagy, mondjuk így az egész társulatot, vagy sok embert foglalkoztató produkciót a színpadra állítani. Ezért most kisebb, 2-3 szereplős kamara produkciókban gondolkodunk, de hát ezek még tényleg többnyire kialakulatlanok. Egy, amiről be tudok számolni, az egy kicsit különlegesség a mai magyar szemmel nézve, egy máltai szerző, Nersi Kalamatta nevű úriember, 3 jelenetét vagy egy felvonásosát állítjuk össze egy estés műsorra. Ennek a próbái folynak most gőzerővel, tehát ennek a bemutatója az remélhetőleg szeptember-októberben várható. No, hát addig is jó pihenést kívánok, gratulálok még egyszer, azt hiszem, hogy jó úton jár az amatőr színjátszás Székesfehérváron, a Prospero pedig különösen. Köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Én köszönöm. Kedves nézőink, Micskó Zoltán, a Prospero színkör vezetője volt a vendégem. Egy kicsit beszélgettünk a múltról, a jelenről és a jövőről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.